Folyatékos kapitány! Milyen amikor... folyatékos? Álljon meg a fákás menet! Zendülés! Zendülés! Csapat csak annyira rossz, amennyire az első tíz. Ne tessék aggódni, hamarosan elkezdődik a videó, de mielőtt belevágnánk, szerettünk volna nektek elmondani egy nagyon fontos dolgot. Bizony, mi rengeteg fantasztikus játékkal játszunk a csatornán, és szeretnénk, ha ti is játszanátok hasonlóan fantasztikus, vagy pont ugyanannyira fantasztikus játékokkal. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ha nem is pontosan ezt, de egy ugyanilyen társas játékot így kiszórnánk köztetek. Így van. A Game Club felajánlásával kaptunk egy Captain Sonart, amit kisorsolhatunk köztetek, de nem lesz az olyan egyszerű, mint amennyire szeretnétek. Ugyanis nem csak, hogy kisorsoljuk, de tenni is kell érte valamit, nem sokat, de valamit mindenképpen. A leírásban mindent megtalálhatok, de annyi spoilert azért engedjetek meg, hogy tengeralattjárót kell rajzolnatok nekünk és elnevezni. Úgyhogy hajrá srácok, valaki el fog vinni egy ugyanilyen játékot, drukkolunk mindenkinek. Na de most jöjjön a videó! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Captain Sonar videó! A csatorna történetében először 8-an fogunk együtt játszani. Az egyik csapatban Viktor irányítása alatt Viki, Zsolti és jó magam alkotjuk az első tenger alatt járó legénységét, a másikban pedig Kaci a kapitány és Julcsi, Gergő és Imi dolgoznak a keze alá. Izgalmas lesz! Merülés! Köszönöm! Mindannyiótoknak. Hát mi köszönjük ezt a fantasztikus játékot. Naj, nagyon jó! Na Viktor, még egyszer. Mi van? Nyugodt. Most még örülök. Jó, értem, elrontottam. Te se ellenőrizted, most már ellenőrizzük egymást. De én miért ellenőrizem a kapitány? Nyugalom. Ki fog kezdeni? Az a helyzet, hogy én vagyok az egyetlen olyan pozícióban, ahol bármilyen felelősség van. Szóval. Hé! Júlcs is hogy elbasztott. Simán. Nem Júlcs rontott el, én! Zsolti felrobbantotta a tenger alatt járók. Csak azért, mert rossz gombokat nyomott meg a hajó végébe. Jaj! Szóval történtek ki problémák. Történtek dolgok, ugye ezt értek, hogy kétféle játékmódban lehet játszani. Lehet körökre osztva játszani, úgyhogy egyszerűen az egyik csapat lép másod, például a másik csapat lép, és lehet real time játszani, ami nyilván sokkal izgalmasabb, de megmondom őszintén, nem érezzük magunkat késznek erre három próbajáték után, úgyhogy most a körökre osztott verzióját fogjuk ennek kipróbálni. Ha először játszotok, ne real time-ba játszotok. Kivéve nagyon részegek vagytok, hogy biztos, hogy nagyon vicces. Igyatok, és úgy, az zseniális lehet. Az biztos, hogy zseniális lesz. Na! Szedelvításos játék. Ki kezd? Kőpapír rolló. Én nem tudok kétszer nyerni kőpapír rolló. De kérlek, számolj rájuk megint, mert csak úgy megy. Egy az nekik, össze vannak szokva. Szép! Ez nekem lesz. Dave fájdalmak árán, de behozta. Szép volt. Ezt? Rend és fegyelem. Mire vigyázunk? Na jó, figyelsz! Igen! Mire vigyázunk? Jó, egymásra. Irány észak! Nem tudtam el, hova kezdeni. Rendben! Húzzá egyet! Erős az indítás, igen? Jaj, alig várom, hogy berocson egy fekete szomária, és azt mondja, hogy I'm the captain. Mit töltünk? Hát zöldet, meg pirosat, de elindultunk, bármit kékszelhetsz. Irány észak! Észak! Csú-csú! Csú-csú train! Kaci követ mutatott háromszor egymás után, úgyhogy szerintem ugyanott kezdtek, ahol legutoljára. Mutass egy Zsótió! Egyeztessünk! Irány kelet! Csak érted, mert... Kelet! Rendben! Mire egybe húztam? Keletre húztam! Igen is, kapitány! Hármason vagytok? Jó, nem? Összekevertem. Meg vagytok? Meg. Irány észak! Sikerült neki. A szonár rendelkezésre áll, kapitány. Észak, te mi é? Így van. North. A szonár rendelkezésre áll. Jó. Mindegy, egyedre nem lőjük el. Akkor mi jövünk, ugye? Azt te is ellőheted, de a zöldeket ő is ellőheti. Én esküszöm, itt vannak. Nem akarok. Teljesen biztos. Teljesen biztos, lőd. Az a helyzet, hogy nem lövünk el semmit. Lőd! Lőd, azt mondja. Egyeztessünk, Zsóti.
Ez is egy egyeztetés. Maradj! Nesze! Nézd meg! Főzd meg! Ezenek biztosan! Én leszarom! Irány dél! Készen állunk, kapitány! Ja, jó. Dél! Készen állunk, kapitány, és rendben. Rendben van a... És tényleg delet húzott. Délre húztak. Jöhetek? Ment egyet éjszakra. Megrendült! Ne nyitt át már az útvon! Megrendült a bizalom az előző kör után. Megrendült a bizalom. Mi van? Előre vagy éjszakra, kell egy dél. Eddig jó. Innen indultunk? Ne harap, ne harap. Nem érdekel. Jó, na mi most ne csináljuk ezt. Ne csináljuk ezt. Ezt a Jócsi csinálja. Ne szólj bele. Irány éjszak. Jó az, jó, jó, menj! Jó! Valami pirosat ez elkezdünk kérdíteni egy mármin. Ja, az pont az a... Az süst ki. Akár, már most. Meg utána lesz. Így van, igen. Igen. Jó, szóltod bármelyiket. Én mind. Jó. Mi jövünk? Igen. Irány, de... Ezt én nem írom. Ha lehetne. Rendben! Irány, kelet! Behúzva. Igen is. Igen. Kelet! Ugye? Irány dél! Megint dél. Igen. Javítva. Rendben. Jó. Oké. Állj! Behúzta Gyurcs. Megállunk, dolgok, kész, felrakás. Top. Miért nem? Igen. Behúzta, behúzta. Bocs az erőt. Nem bőke? Mindenki kételkedik benne. Jó, mert elég hosszú. Egyébként nem. Egész estén én vagyok az első. Meg most Imre. Behúztad az út? Jó, most, most mentetek már... az ötödiket? Nem. 1, 2, 3, 4, 5. De. De. És mi az ötödik? De mi? Delet mentek. De nem fogom ezt elmondani, hogy egyszer. Harmadjára? Igen, harmat mentek délre. Behúztad el. Mégsem állj. De figyelj, ezt nézd meg hozzá. Jók vagyunk. Jó. Okay. Irány dél. Mi nem csináltunk semmit? Nem. Előbb volt kész. Igen is. A torpedó rendelkezésre. Felrakta a kezét is, azt mondta. Jó. Opszi, bocsi. Tartodom. Irány kelet. Esküszöm, itt vannak. Rendben. Fűszerekért megyünk egyébként, srácok. Meg vagy Zsolti? Igen, rendben, igen, bocsánat. Irány dél. Mondom. És mit akarunk előbb? Ezt, vagy ezt? Egy, vagy kettő? Imi nagyon magasan tartott. Imi igen, nagyon nagyon magasan tartott. Igen, és nagyon erre fel. Igen, de köszi szépen. Imi mindegy, valamelyiket egyszer. Merre megyünk, kapitány? Irány kelet. Brain of the organization. You shut up! Rendben. You shut up now! Irány keletre húzta. Irány. Mondom. Dél. Rendben. Ezek egy fasz. Ja nem tudom most semmit, akkor semmi. Semmi! Ilyen, mint nálunk! Állj! Mégsem! Jó, mehetünk! Tudom. Zsolti, egyeztessünk! Készültem. Megcsináltam a leckét. Okay. Jaj. Irány észak! Hát hogy gondolod? Hát rendben, te figyelsz rá, én is figyelek rá, kommunikálunk. De oda pont nem látom, mindegy. Szuper! Akkor a... Aha! Tehát akkor merre megyünk? Lehet. Mondod ki, merre megyünk? A szólnál. Kapitány. Mi? Szerintem itt az ideje majd, amikor rendben, a mérnök úr, akkor... Akkor mi jövünk? Irány, kelet. Igenis, minden műszer rendelkezésre áll. Akkor állj! Használjuk a... Figyelj, meg szonározni fognak tudtam. A szonárt. Oké. Okay. Akkor... F7. F? Nem. Ez már, az jó, adjon dupla infót, az már jelent valami. Nem. Szerintem nem mondta a pozíciót. Jaj. A kapitány úrnak nagyon nehéz napja volt. Ajajajaj. Azt, amit elírtam, hogy F-ét. Én látom, hogy mi van itt. Odaírjuk a számokat is, meg a betűket is, hogy nehova. E-hét. Inkább? Igen. Az E-hét helyett inkább E-hét. Erre jönni kell. Értem, hogy mindkettőt. Én nem veszem a nyugalmával itt. Azért mondják általában az egyiket egy zónának, mert... Egyik egyszerűbben tűnik. Tehát, hogy itt nem kapsz pluszpontot azért, hogy hamarabb válaszolsz. Nem, sajnos nem. Azt mondom, hogy
Okay. Szerintem sokkal sikeresebb lenne ebben a játékban, ha egérrel kéne játszani. Nem, akkor lenni sikeresebb, ha ezt a pontot kihagynánk, hogy valamit hazudni nekem. Ez nem megy, igen, a hazugság. Valakiben belerúgunk, hogy szóval. Hogyha abból több van. De. Most mit tudunk csinálni, semmit, mi? Hát ezt akkor ezt... Aha, az a terve. De ne, ezt akkor minden felszik. Imlet, virosat akarunk használni. Ezt a lopakodást, ez szükség lesz. Utána rögtön tudunk. Irány. Kelet. Bocsánat, taktikai megbeszélés. Kapitány? Ja, nem, igen. Azt megtudom, megyünk egy... A drón rendelkezésre áll, kapitány. Akkor utána mindent tudunk csinálni, ami betöltődött. Állj! Bármit. Szeretnénk torpedót lőni. What? Ajajajajaj. Ez my bad. Tudtam, hogy elkúrtad, de azt nem érvezett. Én sem érvezett. Megéri. Én most nem maradtam egyre. Megéri. Még nem mentek azóta. Azóta van? Ez baj! És szeretnénk egy torpedót lőni az F7-re. Az F7-re? Igen. Hát az nem talál. Az F7 nem talál. Nem, az F7 nem talál. Semennyire. Kicsit se. De... kapitány, hát kis demokrácia. Nem! Kell jó, nagy meglepetések érnének a militariben. Kapitány, egy kis demokrácia. Hát azért a first mate szerintem mindenkinek megosztolja. Ne haragudj, mindjárt megyek, csak megfésülgetem még a melszőrömet. Azonnal, felállsz, nézd, csinálj! Wow. De te szkalítik kékli! Azt a mindenit! Bocsi, látok, és be van töltve a torpedó, hogy ez így belefért? Hogy a f***ba lenne? Irány észak. Itt minden javításra kerülő. Rendben. Rendben, bármit csinálhatunk jelenleg. Az, viszont kapitány, lőjünk el valamit? Mindent tudunk csinálni. De nem, az a kérdés, hova drónozunk. Azt leszarom, lőjük le! Nem lövünk oda! Lőjünk oda! Nem lövünk légy oda! Légy szíves! Demokráciál! Demokráciál! Nem is tud oda. Drónozunk a kettes zónában vagy tudna tudna oda lőni? Igen. Kurt! Ki kell volna lőni a rakétát? Miben vagytok? Kettes zónában. De hát ezt tudtuk! Nem tudtuk! De tudtuk! Nehogy tudtuk, a... dude! Miről beszélsz? Hogy tudtuk volna? Ellőttük a drónt. Igen. Jó, Istenem. Az... Jó, most már tudjuk! Az bazeg, hogy a fogyatékos kapitány... Milyen amikor... fogyatékos? Álljon meg a fákás menet! Zendülés! Zendülés! Csapat csak annyira rossz, amennyire az első tiszt. Szerinted vagy a kommunikációs tiszt. Vagy a mérnök. Megjutatom. A Zsoldit megkérdeztétek, hogy használhatok egyáltalán a drónt? De úgy mellé, a vízi. Mindenünk szabad, mindenünk fény, köszönjük. Csak kérdeztem. Az a helyzet, hogy pont olyan ívben megyünk, hogy javuljon a hajó. Mondtam, hogy... Igen, igen, múltkor... Múltkor ezt rontottuk el, erre most figyelünk. Nem tudom, hogy előző kell. Mindenünk jó. A kapitány oda figyel nagyosodta, itt a karbantartó. Én ilyen némán az jól jöhet, hogy ott... Igen, az egyet, tudod, Zsolti, egyeztessünk. Ez a gyerekvíz irány! Tehát, hogyha ott dél. Akkor nem voltak. Irány! Délre. Egyeztessünk kapitányra, ugye? Próbáljuk. Viccből? Egyeztessünk kapitány. Meg tudunk drónozni kapitány. Igen. A jó haladást az osonós dologgal, és menjünk azon a vonalon, ami... Javasoljuk a drónozást. Most? Ezt nem fogjuk tudni most akkor ti még használni. Nem vagytok? Mi még vagyunk. Mondd, hogy állj! Nem, mert most mi vagyunk. Jó, mi. Ja, mindegy, akkor... lépjetek. Mert mi már lépjünk? Elpasszoltuk. Mit? Oké. Okay. Majd a következőben akkor, megdolgozunk. Várjál, Muti. De mondtad nekik, hogy jöhetnek. Jó. És... Sából, ha mi azt mondjuk, hogy kész. Mondtuk. Vagy. Lejátszottátok a körötöket amúgy. Mindegy, lejátszottuk. Előtte, utána ez a folyamatos beszélgetés egyébként. Menjünk. Irány. Bloody hell. Észak. Rendben. Rendben. Töltöttünk. És igazából használhatunk dolgokat. Igen. Meglőjük rakétával. Ami egy torpedó, mert víz alatt megy. Mindegy, egy vízálló rakétával. Arrébb húzzad elég. Lögdösi a kamerát. Egy vízálló rakétával meglőjük a G6-ot. Talált kettőt sérült. Yeah. Úristen,
annyira van ez, aki rosszul mondtam egy irányt. Nem, pedig minden oké. Várj, az észak-délt is elbaltázod? Nem, mindent olvasok. Kotorjunk a retekbe? Jó. Ezt a 3 van, amit is van, és tudjuk használni is. Ú, nem vesztük el a hajót gömbölőnek. Gömböc. Én elvesztem, én le se töröltem. Magad jó, itt nem lehetnek. Nem sérültetek a saját torpedótokban? Nem. Jó, akkor pöttyözzük meg, nem akkor a radiuszát megint a torpedónak. Zsolti, egyeztessünk. Itt se lehet. Hát így állunk, bocs. Nem azt mondja, hogy kell egy ilyen. Nem veled egyeztessünk, Viki, egyeztessünk. Mi jövünk? Akkor állj, használjuk, ha tudjuk használni a drónt. Igen. Akkor drónozunk, a 3-asban vagytok-e? Igen. Jó. Irány, kelet. God damn it, Captain. Hányat végtelen? Easy. Rendben. Okay. Egyeztessünk, kapitány. Ja. Azt azonnal. Irány kellett. Jó, nem, mert a G6-on találtak el minket. Keletre mentek. Jó, rendben. Hallottam, csak most megint nem értek valamit. Hát beszéljünk, jó, ez nem baj. Nagyon figyelünk, keletet annyira elég, nem tudok jobban figyelni. Hát tudnál, de. De még mit nem, beszélj. Jó, figyelj. Azt, hogy most ennél lemaradtam egyről, de az nem lehet, mert figyeltem. Eddig, ez megmondjam, a 11-et. Hogy hányat léptünk. 11. Megmondjuk, hogy hányat léptünk és milyen irányba? Ez 11-et. Júcsi, 11. Nem mondjuk meg, hogy milyen irányba. Jó, akkor megvan, csak de miért? Úgy tudjuk. Nem mondjuk meg, nem érdekel, hogy tudjuk bázni. Hát de úgy nem fognak minket csalással vádolni, meg tévedéssel, hogyha elmondjuk, hogy milyen irányba volt. Nekünk is egy lépésünk van. És ők jönnek. Nem, ők most jöttek. Mi most megcsináltuk, most is. És nekünk is 11 lépésünk. Tehát az nem. Akkor az nem lehet. Akkor mi léptünk egyet többször. 8-9-10. Kár, hogy nincs ilyen aktuális. Jó, ennek mi a megoldása? Nem, mert most... Biztos, hogy 11 lépésetek van? Igen. Nem. 1, 2, 3, 4, 5, mert 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jó. Mi jövünk. Akkor, akkor mi jövünk? Igen. Jó. Hát én már mutattam is, hogy mutattam is az előbb, hogy mit csináljunk. Muti, nézzünk. Igen, jó, irány észak. Rendben. De várj már. Az a mostani éjszakunk, ugye? Hát, Muti? Igen. Milyen másik éjszakunk legyen? Hát ezt. Tudjuk, hogy a hármasban vannak. Voltak. Igen. Mikor? Most tudjuk, hogy hol vannak. Biztos, hogy nem lenne. Hát akkor... Nem. Igen, egy darabig még nem tudunk. Jó. Poskodni. Irány dél. Rendben, kapitány. Rendben. Ez egy másik film. A torpedó készen áll, mármint hogy betöltve be van. Azt, ja, mi dövünk. Az áramkörökkel, mert azt értem, de megépítettünk, vagy azon beraktuk a hüvelyébe. Jó, irány kelet. Mi vagyunk az? Kelet. És állj. Torpedó, két torpedó készen áll, akkor ebben az esetben lövünk a H7-re. Ebben az esetben meghaltunk. Yes! 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 Yeah! Wow! Huha. Azt, hogy először eltaláltunk titeket, azt tudjátok, hogy hogy történt? Dave ahonnan elkezdte húzni a vonalat először. Ott onnan indultatok! Teljesen random kezdi a közepén húzni el te volna. Ez a kirakott paraván nem azért van, hogy ne nézz át fölötte az elején. De nem tud átnézni, tehát hogy egyszerűen... Szép volt. Telibe onnan indult. Mikor azt mondanak, hol vagytok, nem csak az érdekel. A jelenleg a G6-on. Még azt most csekkoljuk már le, hogy jól írtad el, amit mozogtunk, arra kíváncsi vagyok. Igen. Most szerintem nem kellett csak, hogy G6-on vagyunk, és nekik is G6-os vagyunk, akkor jó helyen vagyunk, csak nem tudtak. Nem szeretném, hogyha valahol a kétségek maradnának azzal kapcsolatban, hogy ő milyen munkát végzett. Tehát ti léptetek egymás után kétszer. De ez most volt a legvégén. Jó, nem baj, szerintem a lépés az, hogy kétszer léptetek, sokkal kisebb para. Mint az, hogy rosszul mondom. Egyensúlyozható azzal, hogy ti kétszer léptek, tehát a kétszer lépés max akkor para, ha miatt nyer az illető. Ott vétettünk, amikor az volt.
Tökéletes munkát végeztél. Köszönöm szépen. Én már ott voltam, hogy... De Dave így próbálta, ugye... Tehát, hogy... Na a lényeg, így próbálta egyeztetni. Az jó volt. Jó van, ne vessen mindenki Dávidon, persze. Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that.